Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a ma esti lelátóban. Egy igazán színes és érdekes egyéniség a vendégem a mai műsorban. Köszöntöm a stúdióban Szabó Andrást, a Paksi labdarúgó csapat, a Paksi FC-nek a sportpszichológusát. Én is köszöntelek, meg a kedves nézőket is. Mi előzetesen már beszélgettünk, ugye, és hát mondtam azt, hogy nem biztos, hogy kronológiai sorrendben haladunk itt a te élettörténeted kapcsán. Hát kezdjünk talán azzal, hogy a nézőnek azért mutassuk, hogy hogy kerültél te annak idején Paksra. Hát ugye általában mindig valamilyen emberi kapcsolaton keresztül változnak a dolgok, vagy érkezik az ember innen-oda. Én is így, velem is ez történt. Elbert Gábor barátom, akinek a fiával, vagy ő fiával, öccsével együtt jártam gimnáziumban, Elbert Andrással, aki maga is kapus, és kapusedző a mai napig. Ő egy rádióinterjú során említette meg, hogy Pakson az egyik játékoshoz konkrétan sportpszichológus kellene, és ekkor jöttem le még egy játékoshoz, és majd ebben az évben 2016. augusztusáról beszélünk, tehát pont 7 éve, decembertől aztán az egész csapat következett. Azt tudni kell, hogy ugye ez abban az időben volt, hogy alkalmaztak az NB1-es csapatok sportpszichológust. Talán ha nem is mind, azért én emlékszem, hogy például Győrbe a Csernus volt, azt hiszem, hogy a... Igen, hát ugye elindult eleve, az én osztályom vagy csoportom volt a második évfolyam a TFN, ahol dr. Lénárt Ágota vezényletével, ugye ismerjük őt jól a szakmából, elindult maga a hivatalos sportpszichológus posztgraduális képzés, tehát mint szakképzés, és hát nyilván, ameddig nem volt hivatalos sportpszichológus, csak mondjuk általános pszichológus, vagy valamilyen másik szakága a pszichológiának, addig kevésbé merülhetett föl maga státuszszerűen. A másik oldalról, ugye külföldön ez elindult, már egy azért jó ideje, nyilván mások a viszonyok, mások a stábok, mások az arányok, tehát ahol mondjuk, nem tudom, 10 pályaedző van, most mondtam, hogy bedobás edző van, vagy szabadrugás, vagy pontrugás edző van külön, azokban az országban nyilván már ezt korábban alkalmazták, de elindult, ahogy mondod, és részben azért is indult el pont, ugye én a második évfolyamként, hogy voltak más sportpszichológusok, illetve a leghíresebb pszichológust, úgymond, a nagy általánosságban, a Csernus például ugye már el is hívták akkoriban a Győrhöz, így van. Mit kell tudni, hogy csak a felnőtt keretjátékosaival dolgozol ezen a fronton, vagy mondjuk az utánpótlásban is azért el kell már ez a segítség? Hát igazából, nyilván valójában mindenhova kell sportpszichológus, vagy kellhet sportpszichológus, amennyiben alkalmazzák, és amennyiben hatékony. Amikor elkezdtem a munkát, akkor egy 40 csoportfoglalkozás volt néhány éven keresztül, később különböző edzők ugye irányították már a felnőtt csapatot, de akkor éveken keresztül egy olyan státuszunk volt, hogy jöttünk a Sós Judit kolléganőmmel, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy abban az időben ezt az első pár évet együtt, és nagyon nagy segítségemre volt ő is, mert ő egy coach irányból is jött, mi együtt végeztük a TFN ezt a szakképesítést, és gyakorlatilag akkoriban csak a felnőtt csapattal dolgoztunk, egyéniben is, és csoportfoglalkozások szintjén is, és aztán két évvel ezelőtt ez a harmadik éve annak, hogy nekem van egy C-licences labdarúgó edzői képesítésem is. Ha az életemet elmesélhetném, akkor tudni lehetne, hogy már U4-ben igazolt játékos voltam, és egész gyerekkoromat végigfociztam. Először 16 éves koromig nagypályán, aztán fiatalként is, és még 50 évesen is végig nagyjából minden héten kispályán. El is szakadt mind a két keresztszallagon, pont most 4 heten műtötték az első keresztszallag szakadásom jobb lábamon a porcot, úgyhogy most már lassan járok, de 2 éve U8-U9-es edzőként is tevékenykedek itt a Paksnál gyerekekkel, Wolf Attila munkáját segítem másodedzőként, és gyakorlatilag ez lesz a harmadik év, nagyon élvezem. Pesten a BVSC-nél kezdtem 10 éve, amikor meglett a C-licensz.
majd Salkovics Gábor keze alatt, akit egyébként nagyon tisztelek, és egy nagyon a többi edzőt is beleértve, aki a Kisénél, Kőbenyai Ifjúsági Sport Egyesület dolgoztam egy 3 évet, ugyancsak U6, U7, U8, U9-es korosztályban, és azt is hozzá akarom tenni, hogy a elmúlt 10 év alatt, amióta gyakorlatilag gyakorló edző vagyok, én teljesen, és pszichológusként is dolgozom, kialakult egy olyan koncepció, erről van egy-két írásom is, előbb-utóbb ez majd gondolom, hogy valami gyűjteménybe foglalom, ahol egy nagyon speciális gondolkodás és látásmód kezd érlelődni bennem, lett légyen az a pszichológia és a szakirányú sportpszichológia, tehát csak labdarúgásban dolgozom, már amióta az elmúlt mondjuk 15 évben, és azon belül is, hogy van egy edzői perspektíva, és van a pszichológus perspektíva, ez egy óriási plusz segítség ahhoz, hogy ne csak a verbalitásból, amiket elmond egy edző, egy szülő, egy tanár, egy gyerek, egy felnőtt, vagy bárki, kelljen az információt begyűjtenem, mert sajnos az édes kevés. Uh-huh. Hát ez külön megérne egy adás szerintem, mivel itt a felvezetésnél elmondtam, hogy hát te egy nagyon színes és érdekes egyéniség vagy, és te már egy kicsit meg is említetted, megpedzetted ezt a 4 éves korosztályos focit, akkor kezdjünk most onnan, hogy hát te, ahogy te fogalmaztál, 0 éves korod, 5-6 éves korodig te Dél-Amerikában, Uruguayban, Montevideóban nőttél fel. Igen, apukám ott dolgozott, ő volt a konzul, és én 5 éves koromig ott végül is U4-ben a Peñarol igazolt játékosa volt, mindig büszke vagyok. Illetve aztán ahogy hazajöttünk 5 éves koromtól, a Gamma SC, ez egy Blasz 1-es csapat, ez gyakorlatilag annyira volt a házunktól, hogy ráláttunk a pályára az Erkéről, mert egy utcányira volt. Szűcs Lalival nőttem föl ott 6 éves koromtól, tehát Lalit imádta mindenki, a kesztyű sose vette le a kezéről, a kapuskesztyű, még az iskolában is úgy ült, az órán is kapuskesztyűben volt. És hát mi rengeteget egyérítettünk a dühöngőben, de én akkor így a labdajátékokra annyira rá voltam kattam, hogy mivel a MAFC, BEAC pályák is ott voltak rögtön mellettünk, és nem tudom miért, de imádtam kosárlabdázni, és én akkor már lejártam, csak nem voltam elég magas, lejártam a MAFC-ba kosarazni, illetve hát ott voltak a pályák folyamatosan, tehát amikor nem fociztunk délután, mert mi az egész életünket az utcán töltöttük, vagy a töltés mellett a focipályán, ami mellett mindig volt kosárpálya is, és amikor kicsit már kezdtük unni a focit, mert éppen már vagy nem voltunk elegen, akkor még mindig lehetett szálkázni, 33-azni, minimum 2-3 ember is tudott, vagy egy-egyezni, ugye és rengeteget szálkáztunk és 33-aztunk a kosárpályán. És mivel az iskolában negyediktől bejött, nekem én a Móricz Zsigmond körtéren a Váli utca általános iskolában jártam, oda bejött minden 0. órában negyediktől 8-ig röplabda, ez a BKV előre röplabda szakosztálya volt. Imádtam a röplabdát, ott még futni se kellett, és csak ott is hiányzott a magasság meg a súlypont, mert ha lett volna valaki, aki elmondta volna nekem, drága édesapám ezzel nem nagyon foglalkozott, illetve viszont nem volt olyan mentorom, hogy akkor most egy súlypont emelkedéssel boldog lehetném már a kosárba is, meg amiben nem voltam olyan rossz, már csak azért sem, mert balbedobóként, mi 18 évesen a József Attila gimnáziumba jártam, és mi akkor Budapest bajnokok voltunk azzal a korosztállyal, végig tudnám sorolni a neveket. Viszont az évfolyamtársam Dávid Kornél volt tőlem egy 200 méterre levő gimnáziumban, mert a Kafka Jóska az így egymás mellett volt a Villányi úton. Úgyhogy nekem olyan szerencsém volt, hogy mivel ugye 72-es, én 71-es évesztes vagyok, egy évfolyamban jártunk, azért kosaroztam vele nem néhányszor, jó néhányszor. Hát azért ez egy komoly történet mondjuk egy Dávid Kornél. És akkor így jött ez a röplabda, már BKV-ban, ugye 8-ban már NB1-es szinten röplabdáztunk, tehát ma lemegyek mondjuk röplabdázni, kosárlabda mindig van a kocsimban, meg egy focit hátul, tehát pályát látok most, amikor műtenek, akkor nem annyira, de viszont bármikor egy pályát látok és van egy kis időm, akkor úgy lemegyek, kicsit mozgok, jó érzés a kosárlabdát pattogtatni, meg dobálni. Úgyhogy ez a három sport egy ilyen állandó részesévé vált az életem. Nyilván röplabdázni azt már kevésbé röplabdázok, de strandröplabda nyáron, bármikor, bárhol, edzőtáborokban, gyerekekkel rengeteget szórakoztunk. És akkor így nem tudom, mi volt a kérdés. Ja igen, hogy akkor így Uruguay. És akkor ez a foci, a röplabda, a kosár, az így folyamatosan keverdett, kavargott és végigkísért. Viszont az is igaz, hogy 16-17 éves amikor a gimnáziumban már úgy komolyabbra fordultak a dolgok, meg már úgy készültem, hogy na akkor ELTE, pszichológia, arra külön egy évet tanulnom kell pszichológiát is, és hát a történelmet kevésbé, egy pont most Plé Csaba
interjút hallottam, és ő volt a felvételiztetőm pszichológiából. Úgyhogy akkoriban én már a nagypályás, meg nem is bírtam fizikailag, tehát nem voltam egyszerűen így pont megtapasztaltam, hogy azért itt egy hosszú távfutó, meg egy rövid távfutónak kell lenni egyszerre a labdarúgásban, de abból is csúcs jó szinten, tehát most magyar szinten is a csúcson kell lenni ahhoz, hogy te úgymond kiválasztod. Úgyhogy maradt nekem a kis pálya, ahhoz elég gyors voltam, meg bírtam, és úgyhogy én onnantól kezdve meg tudom említeni, mi a 80-as évek közepén alapítottuk az AS Róna nevezetű labdarúgó csapatot, kispályát, mai napig is él és létezik a csapat. Tehát velük is játszottam, illetve hát rengeteg ilyen különböző kispályás fociban. Magyarul a foci az megmaradt, a keresztfalak szakadásai mindezeken a baráti focikon történtek, vagy mind a két térdemen. Úgyhogy igazából ez a kapcsolódásom magához, így a sporthoz. És az így végig fut az életemben. Most azon aggódom éppen, hogy jó legyen a augusztusi kezdésre, vagy július végi kezdésre a jobb lábam, hogy meg tudjam mutatni a tikitakát, tipitopit az új U8-asoknak, akik jönnek U7-ből. És amit elkezdtem, hogy annyira ráálltam azt már befejeztem azt a mondatot, de ezt így lehet tudtam volna kezdeni, mert egy másik aspektusból akartam. Igen, és hát ez a történet azért látszik, hogy tényleg színes volt az életutad egészen a megszületésedtől mostanáig, de arra is emlékszem, te mondtad, hogy itt kiemelted azt is, hogy közel voltak azok a sportpályák, ahol te megszeretted ezeket a sportágakat. Ráadásul olyan környezetben nőttél fel, ami szintén azt hiszem, hogy motiváló igen. erő volt abban az időben. Hát igen, hát ugye más világ volt, tehát mi tényleg átmentünk az utca egyik felére a másikra. Nekem ez mondjuk tényleg nagy könnyebbség volt, hogy ott volt egy földes pálya, persze a füves pálya, ez csak egy álom volt. A 11. kerületben, ahol én laktam, ott csak Blasz 1-es csapat, Blasz 2-es nagypálya volt 14. abban az egy kerületben, ami azért volt, mert azért ott a Budafoki út és inkább külső kerületnek számít, hiába indul a Kosztolányitól, vagy a Feneketlen tótól, vagy a Körtértől. Tele volt különböző gyár, csőszer, vegyépszer, útvasút, mit tudom, egy csomó olyan Gamma, BHG gyári pillanat, akinek mindnek akkoriban volt saját pályája. Tehát ott kezdődik, hogy mi ott azokon lebzseltünk, ott voltunk. Aztán voltak a dühöngők. Dühöngőkben ugye mi a Lalival egyet intéztünk, nem tudom, naponta több órán keresztül, csak mindig arra emlékszem, zajong, ugye, hogy azt, hogy egy kényszerítőt, azt nem kellett letanítani nekünk a kényszerítőt. A kényszerítő az volt, hogy ráütöttem, rádobtam a dühöngő szélére a labdát, vagy az ofóval, és visszajött, és megkerültem a játékost, mert így kellett, meg kikerüljek egy játékost. Ha volt ott játékos, és nem a fala volt a rács, akkor lepasszoltam, hanem akkor annak passzoltam. De hát, hogy így adta magát, megtanultuk magunktól ilyen értelemben. Most tök jó volt az oktatásom, hogy ezeket így az ember így most, hogy akkor ezt hogy kell oktatni. Tanulja meg, ami ott ösztönös volt. Tehát ez az egyik. Másik, nyilván sokat tettünk utcán, más világ volt, mint a mai, hogy minket csak úgy szertengettek, és már mit 8-9 éves korunkban bőven biciklivel jártunk a nagyvárosban, tehát nem egy kisebb városban mondjuk, ahol talán kevésbé veszélyes, bár mondjuk itt se. Tehát, hogy nagyon sokat voltunk a szabadban, és igazából aki nem volt fanatikus könyvboly, hanem az a fajta hiperaktív volt, mint én, amit mondjuk nagyjából lehet látni így a habitusomból, meg ahogy beszélek is gondolom, bár most próbálom lassítani magam, tehát ilyenkor vagyok lassú, hogy az tévé nem volt, tehát hétfőn még tévéadás se volt, Commodore 64 meg ilyenek voltak, tehát nem létező videójáték vagy játékok, tehát mi gyakorlatilag az utcán éltünk, mert nem volt más, és akkor még ha ráadásul ügyes is voltam, mert még azért még az útvasútban pingpongoztam, mert azért már ott vagyunk és megy az Agassi meg a Beckernek a meccs, akkor azt most én balkezes voltam, haverom jobbkezes, akkor menjünk le, akkor ott voltak a pályák, teniszezzünk, mert azok is abban az időben nem profitorientált pályák voltak, hanem közösségorientált, mert a szocializmus, bár nagyon utáljuk, meg mindenkinek megvan róla a véleménye, de az közösségorientált volt ebben az értelemben, és finanszírozva volt az, meg még egy biztonság is volt abban az időben, jó, nyilván ezer hátránya volt, de ez megvolt, hogy mi ott tudtuk tölteni az életünket, és végül is a mai napig, hogy még egyáltalán mozgásban vagyok, és még edzősködni tudok így 52 évesen, most nem azt mondom, hogy ez egy olyan óriási kor, az részben ennek is köszönhető szerintem. Ugye most sportoltunk, kicsit végigszaladtunk hát nagy vonalakba az élettörténeteden, a sportterén, illetve hát érintettük ugye a tudományt, a sportpszichológiát, de van még egy nagyon nagy szenvedélyed, méghozzá ahhoz is nagyon jó ütemérzékkel. Igen, egyébként ez az ütemérzék, ez nagyon szépen megjelenik ugye a sportban is,
még egy idő volt, amikor azon gondolkodtam, hogy abból doktorizom, hogy kottába leírom, meg is csináltam egyébként, tehát megvan a labda érintéseket. Az azt jelenti, hogy kottában, hogy dobkottában, és azért dobkottában, mert dobolok, és elkezdtem a ilyen privát tanulóként a Jazz Konzi egyik vezető tanáránál, Nestor Ivánnál, aki egyébként egy Nestor Kotta atya is, több kötetnyi kottája van, nagyon jó, én is abból tanítottam, amikor elkezdtem tanítani egy kicsit, és gyakorlatilag dobolok egy 30 éve, innen is 3 órakor egy próbára megyek Pestre már, ahol lesz egy zenekari próbám, nyáron egy-két fesztiválon játszok. Van egy ilyen zenekarom, hogy Fresh Fabric, amit egyébként Pakson, kedves paksiak, sokan ismerhettek, inkább az én korosztályomból, mert a Bulldog Caféban Gyuszi bácsiéknál rengeteget koncerteztünk, és nagyon nagy pillanatok voltak azon a kis, de annál intenzívebb közönséggel és közegben. Úgyhogy gyakorlatilag lehúztam ezzel a Fresh Fabric zenekarral, amit ugyancsak a 90-es évek elején, 91-ben alapítottunk, gyakorlatilag a gimnázium osztályából hárman, három osztálytárs, Fölös Andrással és Kovács Leventével, és csináltunk 7 lemezt, 2 fonogramdíjunk van, egy közel 1000 koncert van mögöttünk, ebből Sziget nagy színpad 4 éven keresztül, AC/DC előzenekarra voltunk a Strahov stadionban, 55 000 ember előtt, ahol Fresh Fabric, Rammstein, AC/DC volt akkor aznap a program, és hát 21 videóklip látható hivatalos a YouTube-on vagy a neten. Gyakorlatilag így a zenekaros, de ugye ahogy mondtam 90-es évektől egy 10-15 évig hiába volt mellette minimál szinten vagy valamilyen megélhetési szinten, aztán a pszichológia, ugye ott azért 2000-ben diplomáztam, de a súlypont akkor még főleg ugye 20 évesen, aztán 30-as évek elején a zene volt. És amit lehetett, mégis idézőjelben ezzel a modern rock kategóriában nyertünk 2 fonogramdíjat, mégis idézőjelben is értünk, majd nekünk is vannak lemezek, koncertezünk, és itt igazából a ritmus, amiről beszéltem, az, hogyha ha azt nézzük, hogy egy ilyen értelemben egy 8-at, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ugye most ez egy, mondhatjuk, hogy 8-at, ha 2-szer annyi, akkor 16-ot, ha fele annyi, akkor 4-et, de ez már csak a tempó kérdése. Ez ugyanolyan, mint a járás. 1, 2, 3, 4, ezt is lejárt is. Amikor fut az ember, futottam körbe-körbe-körbe, mert szeretek úgy futni, hogy labda van nálam, magában nem nagyon szerettem futni, de úgy igen. És a labda mindig, kitaláltam, hogy akkor én ballábas vagyok, most csak megyek 3 nagy pálya kört, mit tudom én, az első 3, az csak jobblábas labdavezetés. Aztán csak bal. Aztán kitaláltam, hogy csak 2-t, ezzel 2-t, azzal, aztán 3-2, aztán különböző variációk. És ekközben jött az asszociáció ugye magával a dobolással kapcsolatban, ott a hangsúly a dobnál, az egy aláhúzott vonal a jel alá. Tehát a ti 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 ti. Most elmentük a szakmába rendesen. Annyira fontos ez csak a sporthoz, már itt le is fogom kerekíteni, hogy a hangsúly, amikor egy hangsúlyt ütök a dobbal, az lesz a labda hozzáérése már kottailag a lábamhoz. Magyarul, amikor futok, akkor tudom azt mondani 8-as etapokban, ahogy a zene is ebben a 8-as, 4-es etapban mondjuk, hogy ütemek így vannak meghatározva, vagy ezek a ütemhatárok. Azt tudom mondani, hogyha 1-3-5-re ér a labda, miközben egységesen futok, akkor az lekottázom, hogy mintha, tehát csak annyit mondom, hogy 1-3-5, mint a hangsúly a dobnál, és gyakorlatilag ezzel elkülönböző paterneket, ez a két lábúság. A labdavezetéshez, biztonságos labdavezetéshez, első labdaérintéshez való történet, és így egyszerűbb ilyenekbe beszélni a gyerekekkel, ha már ugye gyerekedzőként dolgozom, és most már visszatérve a kérdésedre, a legelsőre az utóbbi években ugye az utánpótlás korosztályjal is dolgozom, mert ugye az első években csak a felnőttekhez voltam úgymond kirendelve. Edzőként, meg hogy az egyesületnél sokkal több, hogy heti 4-5-öt azért itt vagyok, a hétvégeket is beleszámítva, itt most már például ebben az évben vagy 10-12 kifejezetten utánskorú, de utánpótláskorú, de U9-től egész U19-ig, vagy az NB3-as csapat, vagy az U16-os csapattal dolgozom együtt, és csak visszatérve és így az egészet összegyúrva, az utánpótláskorú gyerekeknél a kommunikáció nagyon fontos, úgy, ahogy edző, hogy érthető legyen, és hogy mindenképpen át tudja adni az embert.
És itt például ezt a feladatot, így egy labdaérintésnél, hogy azt mondom csak, amikor már tudja, hogy miről van szó, hogy 1-3-5, vagy csak le van rajzolva egy ilyen kottaszerűen, sokkal egyszerűbb, mint magyarázni bármit, tehát sokkal gyorsabban lehet például ezzel haladni, ha már utánpótlásról van szó. Na hát akkor tulajdonképpen megzenésítetted itt a játékot, és az edzés módszerbe hoztál valami. Volt olyan, vannak felvételek, hogy még a régi paksi pályán, tehát még nem ebbe a gyönyörű stadionban, hanem az előző gyönyörű stadionban, föl van téve egy 16 darab japán taiko dob felszerelés, és volt olyan csoportfoglalkozásom a felnőtt csapattal, ott vannak az akkori játékosok, akikből még nagyon sokan, hál' Istennek, mai napig is itt vannak, ahol egy órás taiko dob foglalkozás volt a csatároknak, egy órás a középpályának és a védőknek, és ez gyakorlatilag ugyanúgy egy látható program volt, tehát mindenképpen most már a megzenésítés irányába megyünk. És hát ahogy itt hallgatlak téged, te nagyon jól összetudtad mixelni itt ezt a sok tudományt, tehát a sporttudományt, a pszichológia tudományát, hát magát a zenét ugye, azt lehet mondani, hogy még hallgatni is sűrű a program, nem, hogy ezt mind megélni, azért ezeket össze kell koordinálni. Ugye hát előzetesen nekem már elmondtad, te a zenekarral is többet voltál külföldön, mint itthon sokszor, tehát kint is éltetek. Igen. Igen, Ausztráliában volt egy lemezszerződésünk, akkor a Warner adta ki a lemezünket, és 99-ben mentünk ki Ausztráliába, Sydneybe, ott kint töltöttünk 3 hónapot, ott az egész keleti partot végig koncerteztük, de éltünk Berlinben egy évet, akkor német menedzserünk volt, a Falco Richter, az a Rammsteinnak volt a menedzsere, ott egy amsterdami lemezkiadónk volt, és aztán Angliában is turnéztünk, Olaszországban elég sokat, Európában, Németországban többször, Berlinben éltünk, ugye azt mondtam akkoriban, és aztán még Amerikában is jártunk egyszer-kétszer. De ami nagyon fontos, és ez akkor kerek, hogyha ezt még hozzáteszem, hogy ugye volt sportpszichológia, és van folyamatosan gyereklabdarúgó edzősködés, ahol gyakorlatilag azt akartam mondani, hogy ebbe kulminál, hogy ez a kifejezetten az óvodáskorból való átlépés, az kisiskolás 1-2 osztály, 3 osztályba, ez a korosztály az, ami egyébként az én specifikumom minden szempontból, tehát maga az átállás egy más rendszerre az óviból az iskolába, az ott is marha nehéz, vagy nagyon nehéz, itt a fociban még nehezebb, itt az összes alapnak az átadása, és nyilván itt kell, többen vagyunk, tehát nem egymagam, de ezt én nagyon szeretem ezt a közeget. És ami nagyon fontos, és amiért hálás vagyok több sok minden másért a Paksi Egyesületnek, meg az egész brigádnak, aki a Paksnál dolgozik, hogy többek között ők ismertettek meg velem a játékos megfigyelés témakörét, amiben 5 éve tolmáskodom a Cagliari játékos megfigyelő főnökének, akikkel most hála Istennek Hajrá Cagliari visszajutottak a Serie A-ba, mert tavaly kiestek, és itt Paunok Péter Fecz tanfolyamán vagyok olasz nyelven szinkrontolmás, mert az olasz nyelv ez még mindig egy fontos része az életemnek, hiszen Pakson is tanítok olaszt, sok játékossal voltam úgy, hogy be van, aki már egész komoly szinten tanult, azóta is tanul, évek óta, aki itt paksi felnőtt játékos, illetve edzőknek, szakembereknek, és a Márko Rosszinak is egyébként, amikor itt van Pakson, akkor én segítkezek, vagy én vagyok kirendelve, de most már Péter Norvi barátom, akinek mindjárt jön egy olasz órája, sajnos le kell roncsam, ha fals információkat kell adjak, nehogy a fejemre nőjön, mert szerintem lassan át fogja venni ezt a tolmács szerepét itt a Paksnál, de azért még dolgozunk ezen is. Hát még lenne miről beszélni, de hát ugye a műsoridő véges, és hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, majd természetesen nyomon követjük ezt a zenei labdarúgó módszertanos történetet is, meg ha lesz ilyen dobos sztori, akkor azért mindenképpen szóljál, mert lehet, hogy akkor kimegyünk, azért megforgatjuk esetleg. Szuper, már régen lesz, volt ilyen nagy, hogyha a pályán kirakott nagy. Hogyha ilyet terveztek, akkor szóljatok. Szuper, köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, meg egy nagy élmény, hogy ennyi után itt ki tudtam bontakozni, végre én is elmondhattam valakinek. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóba. Jövő héten is várom majd Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!